Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Tempel jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Amivia részére. Kedves Amivia, üdvözöllek téged, ez a te videód. Miről van szó ennél a tempel jóslásnál? Mindenkinek vannak vágyai, álmai és reményei, de kell ehhez a hit. A hitünket erősíti, ami hiszünk magunkban, abban, hogy minden jóra fordul, és ha hiszünk a jó Istenben. Vannak helyek, ahol mi ezt az erőt érezzük, például egy templom, vagy egy tempel, vagy egy szent hely. Mi úgy gondoljuk, hogy ez kívül található. Jót tesz, ha templomban vagyunk, vagy egy szent helyen, ez tényleg segít. Viszont van egy belső tempel is, amit mi saját magunk alakítunk ki, ha befele fordulunk vagy meditálunk. Ez lehet egy templom, egy szent hely, de mi kialakíthatjuk ezt másképp is. Lehet egy szép erdő, vagy egy mező, mezei virágokkal. Az a fontos, hogy megtaláljuk a belső nyugalmunkat, ezt a belső harmóniát. Ez jót tesz nekünk, de van még egy másik előnye is. Ezek az elképzelések képek formájában. Viszont ügyeljünk arra, hogy ne a jövőt képzeljük, hanem úgy kell érezni, mintha ez már beteljesedett volna. És akkor így ez megvalósul. Persze reális dolgokról kell, hogy szó legyen. Ha mi ebben hiszünk, akkor az megvalósul, mert ebbe az irányba tekintünk, és ebbe az irányban van az energia, és ez megvalósítható. Viszont, ha azt gondoljuk, és ki is mondjuk, ebből úgy sem lesz semmi, akkor nem kell csodálkozni, mert akkor tényleg így lesz, illetve nem lesz ebből semmi. Tehát fontos, hogy ügyeljünk a gondolatainkra, ügyeljünk az érzelmeinkre, és látogassuk meg ezt a belső tempelt. És most áttérek az asztrológiára, az indiai számítás szerint. Először is az elemekkel kezdeném. Van a föld eleme, a tűz eleme, a levegő eleme és a víz eleme. A föld eleme nyújtja a biztonságot, utal anyagi dolgokra is. A tűz eleménél van a bátorság, a lelkesedés, a szenvedélyek. A levegő eleménél van a könnyűség és a gondolatok, tervek, kommunikáción, és a víz eleménél érzelmekről van szó. Az ő horoszkópjában hiányzik a föld eleme. Ez nem különleges, mert gyakran előfordul az, hogy egy bizonyos elem hiányzik a horoszkópból. Ezt kívülről várják el, vagy kívülről kapják meg másoktól. Az nála azt jelenti, hogy neki vannak gondolatai, tervei, ötletei, de nem tudja, hogy hogy valósítsa ezt meg. Mivel hiányzik a föld eleme, az jelentheti azt is, hogy gyakran elveszíti a talajt a lába alól, vagy fél attól, hogy valamit
elveszít. A te horoszkópodban hiányzik a víz eleme. Az nem jelenti azt, hogy neked nincsenek érzelmeid, hanem inkább azt jelenti, hogy te elvárod másoktól, hogy érzelmekkel közeledjenek hozzád. És most tovább mennék. A te horoszkópodban az ikrek jegyében van a te napod, ez mutatja a te énedet, azon kívül Mars és Vénusz bolygó. Mars bolygó mutatja te erődet, hova fektesd be az erődet, de a te lelki társadat is. Vénusz bolygó mutatja a te nőiességedet, és utal egy párkapcsolatra. Mivel itt Mars és Vénusz bolygó találkozik, tehát itt fontos számodra ez a párkapcsolat, és itt kihat az ikrek jegye. Az ikrek jegye az a levegő eleméhez tartozik, kell a könnyűség és a kommunikáción is. Amit még említenék, a felfele mozgó holdcsomó, az egy kármikus csomó, és mutat egy kiutat, vagy egy új irányt, új lehetőségeket. Ez a felfele mozgó holdcsomó mutatja azt, ami számunkra még ismeretlen, de szükségünk van rá. Ez a holdcsomó itt az ikrek jegyében volt múlt év szeptemberéig, több mint másfél éven keresztül. Mivel nálad itt van Mars és Vénusz az ikrek jegyében, kihatott a párkapcsolat területére. Itt voltak ilyen kármikus témák köztetek. Az ő horoszkópjában a nap a nyilas jegyében van, az mutatja az ő énjét, az ő személyiségét. A nyilas jegye szimbolizál külföldi kapcsolatokat, utazásokat, de ez lehet egy belső út is. A nyilas jegyénél, de az ikrek jegyénél is mindig van mozgás, de a nyilas jegyénél előfordulhat az, hogy ő gyakran úgy gondolja, kell, hogy legyen valami jobb az életben, és keresi ezt az irányt. De elveszíti, de ő ebben a keresésben eltévedhet. A nyilas jegyénél fontos az irány, célok, konkrét célok, az jelentheti számára akkora kiutat. Te vagy számára ez a cél. Te vagy számára ez a kiút. De várj, amíg ő erre rájön, amíg ő ezt közli veled. És Mars bolygó, ami a férfiasságára utal, szintén a nyilas jegyében van. Az ikrek jegye és a nyilas jegye szemben áll. Itt tükröződik kettőtök között valami. És bele kell nézni ebbe a tükörbe. Te tanulsz tőle valamit, ő tanul tőled valamit. De mivel a te napod a Mars és Vénusz bolygó az ikrek jegyében szemben áll az ő napjával és az ő Mars bolygójával a nyilas jegyében, ez olyan, mint egy mérleg. Kell az egyensúly. Ne túl sokat, ne túl keveset. Mindig középen találkozni. Az azt jelenti konkrétan számodra, keresd vele a kapcsolatot, de ne légy túl nyitott, mert akkor elrohan.
de azt is jelentheti, ha ő visszahúzódó, és nem akar érzelmekről beszélni, akkor légy türelmes, amíg ő jelentkezik. És így tudjátok tartani az egyensúlyt, ami rá vonatkozik. A lefele mozgó hold csomó Kétú szintén egy kármikus csomó, ami a múltat jelenti, múlt év szeptemberéig több mint másfél éven keresztül itt volt a nyilas jegyében, és kihatott rá. Nála a múltról volt szó, lehet, hogy voltak emlékek, vagy úgy érezte, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életből, te ezt másképp élted át, mert nálad a felfele mozgó holdcsomó ráhúhatott a múltban, és ezt átélted több mint másfél éven keresztül szeptember végéig, mert akkor elbúcsúzott Ráhu az ikrek jegyétől. Nálad másképp hatott ez a kármikus csomó, mert te szerettél volna vele egy új kezdetet, vagy egy kiútat a jelenlegi helyzetből. A te horoszkópodban Jupiter bolygó az oroszlán jegyében van, a Magha holdházban. Azért említem, mert ennél a tempel jóslásnál arról van szó, hogy tudjuk megvalósítani az álmainkat, mihoz szerencsét számunkra, és Jupiter bolygó az a szerencse bolygója. Jupiter mutatja a belső nagyságunkat, és tanít bennünket a bölcsességre. Nálad az oroszlán jegyében van. Hol találod meg a helyedet? Ha te állsz a középpontban. A Jupiter bolygó a te horoszkópodban, a Magha holdházban van. A Magha holdház felett Regulus bolygó uralkodik. Regulus bolygó az a királyoknak, a császároknak, az uralkodóknak a bolygója. És az lehet, hogy te a korábbi életedben ilyen körökben mozogtál. Tehát légy tudatában a te nagyságoddal. Legyen meg ez a királynői fellépés. Lehet, hogy köztetek van egy ilyen lelki kapcsolat, és ő érzi, hogy ezt neked tanulnod kell, és elvárja tőled. Az ő horoszkópjában Jupiter bolygó visszatekintő, itt vannak nála kármikus témák, és nála a Jupiter bolygó az a rák jegyében van, ahol ő boldog, az a családi kapcsolat. Erre utal a rák jegye. Vénusz bolygó az a szerelem bolygója, de mutatja a nőiességünket, a férfiak horoszkópjában a hölgyet, ahogy ők ezt úgy elképzelik. Nála a Vénusz bolygó az a mérleg jegyében van, természetesen utal arra is, hogy megvan nála ez a művészi tehetség, de azt várja el a párkapcsolatban, hogy minden olyan kiegyensúlyozott legyen, és nyugalomban élvezni tudja a szerelmi kapcsolatot. A mérleg jegye az a levegő eleméhez tartozik. Nálad Vénusz bolygó, azaz ikrek jegyében van, szintén a levegő elemében van köztetek ez a vonzalom, van köztetek ez a harmónia. És most áttérek a tempel jóslásra. Ez a jóslás ez évre szól. Melyik álom
valósulhat meg. Természetesen ebbe kell, hogy higgyünk. Itt ez a kártya középen mutatja a fő témát. Itt három kardról van szó. Ezek lehetnek még jelenleg kihívások, vagy fontos döntések, de vedd kezedbe a dolgokat, vedd kezedbe ezt a kardot, és ne hagyd, hogy mások befolyásolják az életedet, hanem te hozol döntéseket. Itt fontos a kommunikáció, mert a kardok jelentik a levegő elemét, de amit még a kardok jelentenek, hogy tedd át magad a félelmeken, a bizonytalanságokon. Vágd ezt el szimbolikusan. Ez a kép ott felül bal oldalon azt jelenti, hogy mi a remény, miben hihetsz. Itt látható a hold. A hold uralkodik az érzelmek felett, a te érzelmeid felett, az ő érzelmei felett, utal egy lelki kapcsolatra. Mutatja az álmokat, a vágyakat, az is előfordulhat, hogy ő gyakran álmodik rólad. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott felül, középen mutatja azt, hogy miben hihetsz. A 8-as szám az egy olyan húzavona, de ez elmúlik. És vedd kezedbe ezeket az érméket. Ez nem csak az anyagi biztonságot jelenti, vagy a hivatást, hanem az értékeket, a belső értékeket is. Te értékes vagy számára. Azon kívül az érmék jelentik a föld elemét, és ezek reális dolgok. Tehát a vágyaid beteljesülnek. De amit ez a kártya még mutat, hogy együtt fogtok dolgozni. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi az isteni vagy angyali üzenet, azt mutatja ez a felső kártya ott jobb oldalon. Itt a botokról van szó. Az mutatja az életerőt, a lelkesedést, és a 10-es szám utal egy új kezdetre. De itt valamit látnod kell. Ez a kártya mutatja, hogy miről van szó. Ez a férfi itt a kártyán csupán 3 botot lát. A többi ott van mellette. De ő nem figyel oda rá, és ezek lennének a lehetőségek. Ezen a képen egy férfi látható, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez számodra egy üzenet. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi az, ami a közel jövőben megvalósulhat. Itt bal oldalon középen látunk egy férfit, aki nézi ezeket az érméket. Az érméknél anyagiakról van szó, vagy a hivatásról, de mutatja az értékeket is. A 6-os szám a múltra utal. Valami vagy valaki visszatér hozzád a múltból, mert te értékes vagy számára. Ezen kívül mutat egy közös munkára is, mert az érméknél anyagiakról is szó van, és a hivatásról is. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi erősíti a hitedet,
Ezt mutatja ez a király, vagy itt ennél a kínai kártyánál a császár, aki uralkodik az érmék felett. És az azt jelenti, hogy lesz egy anyagi jólét, jó kereskedelmi kapcsolatok, egy közös munka, azon kívül az értékek, a belső értékek is, és én megismétlem magamat, te értékes vagy számára. Melyik kívánság valósul meg ez évben, mire számíthatsz? Azt mutatja bal oldalon alul ez a kártya. Két kehelyről van szó. A kelyhek utalnak az érzelmekre. A kettes szám te és ő. Itt nincs egy másik nő a háttérben, hanem ez a kártya arra utal, ő visszatér hozzád, itt lesz újra egy párkapcsolat. Persze ez a kettes szám utal jó szerződésekre is. Mindkettő megvalósul. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya azt mutatja, hogy mi hoz sikert számodra. A kelyheknél érzelmekről van szó, és ez kihat a párkapcsolatra. A kilences szám mutatja korlátozásokat, azok lehetnek a félelmek. Tedd át magad a félelmek felett, akkor beteljesül ez a párkapcsolat, és ez lesz a siker ez évben. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi a feladatod ez évben? Ezt mutatja jobb oldalon alul ez a kártya. Itt kettő érméről van szó. Egyrészt, hogy ez az álom beteljesül, ti összejöttök, és lesz ebből egy stabil párkapcsolat. Az érmék mutatják a belső értékeket, te vagy értékes számára, és ő értékes számodra. Azon kívül az érmék utalnak az anyagiakra, a hivatásra is, és itt ti ketten összefogtok, és együtt fogtok dolgozni, és az anyagiak rendeződnek. Kedves Amivia, így tudtam ezt a tempel jóslást elmagyarázni, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!